Üdvözlök mindenkit! Traktor bemutató, Agrotechnik Traktor Kft. Telephelyén, Tatabányán, Cementgyár út 13. Most érkezett különlegességet szeretnék megmutatni, ami nem más, mint egy Kubota SL28-as traktor. Ez nem kicsi újdonság itt az európai piacon, még nekünk is, úgy gondolom, nem nagyon láttam még, hogy valaki használt volna, illetve hozott volna ilyen traktort az európai piacra. Ez azért van, mert ez egy japán piacra készített traktor, ami ennek megfelelően sokkal, de sokkal magasabb felszereltségű, illetve egészen más megoldások találhatók a traktorban, mint ami európai társainál megszokott. Ez a traktor összességében 7 éves, az SL szériája most a Kubotának a legújabb vonalat képviseli Japánban. Nézzük is meg, hogy mit is tud ez a traktor. Tehát először is egy 3 hengeres, 28 lóerős turbós motor van a traktorban, szervókormánnyal, fordulássegítővel, egyéb ilyen dolgokkal felszerelve. Ami a különlegességet hozza ennek a traktornak, különlegességét adja ennek a traktornak, az igazság szerint az igazán jó kézre eső megoldások, a nagyon-nagyon könnyű kezelhetőség. De ne is menjünk a fülkébe, hanem egyből mutassuk meg a nagyon könnyű tankolási lehetőséget. Tehát egészen jól megoldották a tanknak a beöntőnyílását, kényelmes, akár a kerékre rá tudunk tenni egy kannát, és már is tudjuk tölteni. Ami aztán bent van, azt is mutatjuk nektek, hogy mi az, amit látunk. Bent irányváltó előre-hátra, ami elektronikus rásegítéssel működik, ez is kuplung nélkül változtatható az irány előre-hátra. Akkor ami a váltójához még hozzátartozik, egy egészen különleges, ugye most mutatjuk ezt a csúszkás kart. Ezzel tudjuk a traktornak a sebességét növelni, illetve csökkenteni, és a műszerfalon ez ki is írja nekünk. Tehát, hogyha mi 10-15 km per órával szeretnénk haladni, akkor a műszerfalon ez kijelzi nekünk, és megfelelő gázadásnál a traktor annyival fog menni. Ami még szintén különlegessége ennek a traktornak, ugye gyakorlatilag mindenféle elektronikával fel van szerelve, és ami még különlegessége ennek a traktornak, hogy a japán traktoroktól kicsit szokatlanul, ez úgynevezett high-speed-es verzió, ami 27 km per óra végsebességre is képes. Klímaberendezés, rádió, napellenző, kormánymagasságállítás, rugózott ülés, felezhető sebességváltozatok, kardánfokozatok, 4 kardánfokozat irányváltással. Úgyhogy ez a traktor, ez egyszerűen szenzációs. Mindig az a kérdés, hogy melyik jobb, a japán belpiacos traktor, vagy egy európai kivitelű társa. Én erre azt szoktam mondani, hogy mind a kettő jó, de a japánok azért jobban extrázzák. Tehát kis traktor piacán azt gondolom, hogy ettől feljebb nincsen. Tehát ez egy szuper makulátlan, nagyon-nagyon könnyen kezelhető gép. Hogyha tetszik ez a traktor, akkor kérjük, jelezzetek nekünk Tatabányán, az Agrotechnik Traktor Kft-nél. Telefonszámunk az agrotechnik.hu honlapon megtalálható. Várunk szeretettel mindenkit. Jó kis traktor ez.
Sziasztok!